Az OTP történetének legnagyobb bankvásárlása jöhet, ezt Csányi Sándor mondta a bank közgyűlésén. Az elnök vezérigazgató csak annyit árult el, hogy egy Európai Uniós országban működő bankról van szó. Csányi Sándor arról is beszélt, hogy Romániából nem szívesen vonultak ki, a társaság ugyanakkor 5 országban piacvezető. Egymás után fogtak kezet a résztvevők Varga Mihállyal, hiszen a pénzügyminiszter is részt vett a legnagyobb magyar bank, az OTP éves közgyűlésén, ahol beszédet is mondott. Varga úgy látja, a magyar gazdaság ma külső segítség nélkül is megáll a saját lábán. Ami a jövőt illeti, a gazdaság újraindítását követően úgy tűnik, hogy 24-25 már egy növekedési pálya lehet. Ezt nem mi mondjuk, hanem az Európai Bizottság vagy az IMF jelentései. Nagyon sokat tettünk azért, hogy organikusan nőjünk az elmény. Erről már az OTP elnök vezérigazgatója beszélt, Csányi Sándor kiemelte, Romániában nem szívesen vonultak ki, de egyértelműnek tűnt, hogy nem kapnak lehetőséget akvizíciókra. A társaság ugyanakkor 5 országban piacvezető, több más országban is jelentős a piaci részesedése. Az OTP csoport, tehát nem csak a magyar OTP, hanem az egész csoport jó évet zárt, 990 milliárd forint adózott eredményt ért el. Kiemelte, tavaly minden korábbi eredményét felülmúlta a bank, Magyarországon ugyanakkor visszafogottabb volt a vállalati hitel növekedése. A vállalati hitelezés is esett vissza inkább. Ott is voltak ezek a támogatott programok, mint például a Baross Gábor program, de a lakossági hitelezésben is nagyon sokat segítettek a különböző támogatott programok, mint például a Csók vagy a Babaváró. A háború érezteti a hatását a bankszektorban is. A kitörése után 85%-os csökkenést hajtottak végre a vállalati hiteleknél. A kivonulás Oroszországból nem egyszerű feladat. Az összes hitelállomány, orosz hitelállomány 0,14%-a van az OTP mérlegében, tehát elenyésző, és már korábban megszüntettük a Oroszországon belül és Oroszországon kívüli dollártranszfereket. Oroszországból az OTP bank 80 milliárd forintnyi finanszírozást hozott haza, ezen kívül hazahozott 50 milliárd forintnyi osztalékot nehéz munkával. Ugyanakkor a bank történetének legnagyobb bankvásárlása jöhet, Csányi egyelőre csak annyit árult el, hogy egy Európai Uniós országban működő bank megvásárlásáról van szó. Valószínű, hogy év vége, vagy valamikor a jövő év elejére csúszhat a zárás, hogyha sikerül megvásárolni ezt a bankot. Ahogy elmondtam, hogy köt a titoktartás bennünket, tehát csak annyit tudok mondani, hogy az Európai Unión belül van a bank. A részvényesek az osztalékról is szavaztak az OTP közgyűlésén. A részvényesek döntöttek a tavalyi eredmény felhasználásáról is. 65,5 milliárd forint általános tartalékot képez az OTP, és 150 milliárd forint osztalékot fizet.